És Észak-Írország, Great Britain and Northern Ireland. Szentgyörgyi Katalin, Magyarország, Hungary. Ausztria, Valletta, Olaszország, Italy. Jelena, Kelnova, Litvánia, Latvia. Danica Costescu, Románia, Románia. Anita Weyermann, Schweiz, Switzerland. Olivera Jeptic, Jugoslavia, Jugoslavia. Natalia Zidalo, Bielorusia, Bielorusia. Kedves közönségünk, elindult tehát a 3000 méteres női sífutás döntője. A nagy kérdés, ebben a mezőnyben is a legnagyobb sztár, svájci nemzetiségű Anita Weyermann személyében, aki országos kitartó ifjúsági világbajnok, ebben a versenyszámban tud-e győzni? Tud-e győzni, hiszen a San Sebastiani ifjúsági Európa-bajnokság bronzérmese Danica Costescu Romániában. Nagyon-nagyon jó név, nagyon-nagyon jó versenyző. Természetesen a többieknek is van még esélye. És természetesen ott van a mezőnyben a magyar Szentgyörgyi Katalin, aki nagyon-nagyon fiatal, 1979-es születésű. A Szegedi kislány egyébként a nagy ígérete a magyar atlétikának. Tehát a Szegedi kislány nagy ígéret az atlétikának, akkor tűnt fel, amikor 13 éves korában Dunakeszin 3 évvel ezelőtt 11 másodperces előnye fölényesen hagyta maga mögött évfolyam társait, és nyerte akkor első mezei bajnokságát. Azok a itthon sorozatban, korcsoportjában a hosszú távfutó bajnokságokat nyertem, most 16 éves, 15 éves korában már elindult Budapesten a mezei futó világbajnokságon is, akkor az 51. helyen ért célba, az idén pedig már nagyon-nagyon jó futott, töretlenül fejlődik, így aztán most lehetőséget kapott a szakvezetéstől, hogy 2-3 évvel idősebb társai között hasonló és a döntőben a 3-4-es kifutásban. Az ilyen jelen pillanatban a francia Odier vezet. Második helyen Anita Weyermann. Harmadikon pedig Olivera Jeptic Jugoszláviából. Jepticről tudni kell, hogy az európai ranglista negyedik helyezettje. Egyébként öten vannak a mezőnyből, akik a papírforma alapján akár topra is, vagyis az aranyéremre is esélyesek lehetnek. A 3000 méter 76,7 másodperces volt az előző kör. Weyermann érzi, hogy egy kicsit lassú talán ez a tempó, amit a Weyermann, a svájci országos sústartó, élve jön. Thank you.
Messze Weyer van, ha hagynák, hiszen gyakorlatilag a francia Odier és Olivera Jeknics megy mögötte keményen, sőt, ha jól látom, akkor a romániai hölgy is jönne föl. Danisa Costescu, úgyhogy egyelőre nem engedik, hogy Anita Weyermann egyedül irányítsa a 3000 méteres női síkfutás döntőjét. Vezetni ugyan hagyják, de gyakorlatilag minden akcióban benne van a francia, benne van a jugoszláv hölgy. Belül pedig nagyon taktikusan várnak a románok, ezt érzi Szent György Mikafi, és jön fölfelé. A legkövetebb esetnél van jelen a Csánovon. 4.32 futat a tájékoztatóra. És egy ekkora taktikai verseny, a két román hölgy, Danisa Costescu és honfitársa. Danisa Costescu a San Sebastiani Európa világbajnokság bronzérmesét, már ott van a második helyen. Természetesen jól jön, szárvon Olivier személyében a francia versenyző, ott van Olivera Jeknics Jugoszláviából. Hatan húznak el. Tehát a Dodi érzi, hogy közelebb kell menni, hiszen elveszíti gyakorlatilag az élen álló Weyermannnal a kontaktus, ha hagyja, hogy nem ez a Costescu maradjon ott az élen. Úgy aztán a francia hölgy jön közelebb, de továbbra is hagyják Weyermann vezetni. Ami a fiúknál nem ment a svájci európai ranglista vezetőnek, megye a ifjúsági világbajnok Weyermannnak. Ez itt a nagy kérdés. Nagyon ott van, és nagyon jó magam állva Odié személyben a francia lány, és nagyon jó passzok szintet, hogy vélem Jeknics a jugoszlávok vezetőjei. Annyit hadd mondjak el, hogy a most második helyen futó, szorosan második helyen futó, Carlo Odié egyébként ugyanúgy 1979-es születésű, mint Szent Györgyi Katin, tehát a mezőny legfiatalabb tagjainak minősülői. Nagyon jól mozog a francia lány, és nagyon jól érzi, hogy ott kell valami a Costescunak is. Jeknics bármire képes lehet, úgyhogy most, amikor megpróbál Weyermann egy picit nyújtani a lépéseit, még hárman teljesen tapadnak rá, a lett kislány valószínűleg már nem tud beleszólni a küzdelmekbe. Óriási taktikai harc. Tolják előre Weyermann, senki nem hajlandó segíteni neki, tehát egy Európa bajnoki döntőben miért is tennék. Itt nyerni kell, itt érmet kell szerezni, itt lehet megalapozni a nemzetközi pályafutást. Tudják, nagyon tudják mindannyian. Az a pici, Carla Bodin is nagyon tudja. A franciák 1979-es születési vékony kislánya ott van a második helyen, és jön, és figyeljék meg, jöjjek itt! Érzi az utolsó körnél, hogy be kell szólítani a kis francia lány, elé felé Weyermann tud-e újítani? Vagy pedig, vagy már túlról jön föl Costescu, a nagy kérdés.
nem hagyja magát. Carlo Poirier nem hagyja magát, egy picit hátrálvék, hogy utána majd ki tudja jönni egy kis mögül. Bellerman, még mindig Bellerman. Közben följön Costescu. Följön Costescu, lépjen elől, a francia kislány a leglehetőtlenebb pozícióban, Costescu elindul! Mondtam, hogy figyelni kell rá, Bellerman, nem tudom kinyitani, eldől, most már csak Costescu vagy Pavlic, vagy Jeftic, csak Costescu vagy Jeftic. Costescu vagy Jeftic, ez itt a kérdés, és bejönne majd Carlo Poirier. Bátor versenyzésének köszönhetem esetleg harmadikat. Nem, Bellerman elindul, talán egy ezüstéremre még jó lehet a világbajnok egy ezüstéremre, de az biztos, hogy Costescu az Európa bajnoki bronzérmes aranyérmes fog szerezni. Aranyérmes lesz, nem itt a Costescu Romániából. Igen, Bellerman, hát mekkora tudja van ennek a lánynak. Bellerman lesz a második a bronzérmes, a negyedik helyen élébe. A napjúzsa talán Carlo Poirier egyenlőre. Köszönöm, Szent Györgyi Katény. A világbajnok pedig, az Európa-bajnok pedig, az Európa-bajnoki bronzérmmel már kiemelkedő.